Sziasztok! 2010. tizedik hó tizedike van, ez pedig több szempontból is jelentős nap. Egyrészt ma jön ki az új Ubuntu, másrészt ha a mai dátumot 10-es számrendszerbe konvertáljuk, akkor 42-t kapunk. Harmadrészt pedig mától lehet megnézni az új szertár webizódot. Kezdjük is el! Az üveg nem egy egyszerű anyag. Ahelyett, hogy kristály szerkezete lenne, egy kicsit olyan, mintha egy folyadék részecskéi egyetlen pillanatképbe dermedtek volna bele. Hőközlésével azonban kizökkenthetők ebből a helyzetből. De még mielőtt nekiálltok üveget olvasztani, mindenképpen vegyetek fel védőszemüveget. A sörös üvegben így ébredő mechanikai feszültségek ugyanis könnyen szétvedhetik azt. Az üveget néhány percig kell melegíteni, egészen addig, amíg izzásba nem jön. Innentől kezdve viszont már nincs szükség a forrasztólámpára, elég a mikrosütőt bekapcsolni. Ja, ha nem mondtam volna, a kísérletet mindvégig egy forkótányér nélküli mikrosütőben csináltam. Onnantól kezdve, hogy a hő kiszabadította a részecskéket amorf rapságukból, már könnyűszerrel rá tudnak hangolódni a közel 2,5 GHz-es mikrohullámok ritmusára. Ettől nő a mozgási energiájuk, amitől az üveg még tovább melegszik, az izzófolt pedig egyre csak nő. A végeredmény pedig az elfolyt sörös üvegcserép lesz. A gyorsan hűlő üveg szinte holtbiztos, hogy fel fog robbanni, ezért biztos, ami biztos, zárjátok be a mikrosütő ajtaját, és hagyjátok is ott legalább negyed óráig, amíg az egész ki nem hűl, majd utána ráértek kitakarítani. Ja, és persze eszetekbe ne jusson olyan mikrosütőben üveget olvasztani, amit aztán később még rendeltetésszerűen is használni szeretnétek. Természetesen a kisebbek csak felnőtt felügyelete mellett játszanak ilyesmivel, a nagyobbak pedig csak józanul. Ez volt a szertár, sziasztok!